Így nem sokkal a kon előtt vagyunk, és nem tudom ki, hogy van velem. Angolul ismeretes, és pont most kezd el hegeszteni. Tehát angolul ismeretes a konkráncs nevű elnevezés, aminek lényege, hogy és szerintem már sokan bele is estünk ilyesmiben, hogy van előtti utolsó ilyen egy-kettő hétben próbáljuk azt a bizonyos cosplayt akár már csak belekezdeni is, és vagy befejezni, vagy mondjuk egy olyan projektet befejezni, ami közel sincsen még ahhoz, hogy befejezd, de normális esetben több idő kellene hozzá, hogy te azt az alatta egy-két hétben befejezd. Ezáltal lehet, hogy mondjuk olyan is lesz a cosplayed, vagy akár mondjuk be se tudod fejezni, akkor még. Hogyha be is fejezed, tudod, nem az a érzésed lesz, hogy teljes mértékben úgy sült el a cosplay, mint ahogy te azt szeretted volna, hanem kicsit ügyetlenebb lesz, mondjuk. Fejezzük ki így ezt. És miért hoztam én ezt most így fel? Mert hogy kicsit így érzem most magamat én is, hiába van még kb. Hát van, ebből a hétből egy pár nap, ezt így nem nagyon számítom bele. Van a jövő hét, meg kb. Két hét, tehát egy jó három hét. És hiába állok már úgy, hogy ilyen apróbb dolgokat kell mondjuk összevarnom, meg megragasztanom, és utána jóformán csak összeilleszteni a bőrrészeket, és festeni, ami gyorsan megszárad egyszerűen. Mégis ilyen konkráncs érzésem van, hogy nem leszek készen vele abban az időben, amire én szeretném, hogy az készen legyen. Főleg, hogy minden jól menne. Versenyre is tudnék vele jelentkezni, ami hát így egy ideje már azért álmom, hogy tudjak cosplay-jel versenyezni, részt venni, de egészen idáig, amik ezt csináltam, amit vettem, nyilván mástól lett cosplay-jel, ugye nem jelentkezhetsz, tehát amiket csináltam, azok, hogy is mondjam, nem voltak olyanok, amik még az alsó szintet is megütötték volna ezen a versenyen. Mivel például annó pár évvel ezelőtt, sőt jó pár évvel ezelőtt, konos pályafutásom elején, ha jól emlékszem, Siro vagy Sino volt a neve a Demon Wonderlandből, annak a fehérhajú, nagyon fehérbőrű, fehérruhás csajszinak, akit megcsináltam, és hát a varrás az borzalmas lett, és amit ajánlok mindenkinek, hogy ne kövesse el ezt a hibát. Ugye vannak mindenféle így textil festékek, amivel azért egész könnyedén be lehet egy anyagot festeni. Ez mind szép és jó, de én temperát használtam, ami későbbiekben megfogott a bőrömön, és hiába vettem fel egy trikót alá, a trikó az teljesen ilyen rózsaszínes lett a pirostól, és még valamennyire a bőrömre is átütött, még így is. Így
Hát az a ruha nem volt éppenséggel túl hosszú életű, akármennyire is sajnáltam, muszáj volt tőle megválnom. Igen, tényleg, amit lehetett hiba, azt elkövettem. Illetve maga a paróka sem volt éppen túl jó. Rendelt paróka volt AliExpressről, de egyszerűen irdatlan silány minőségű volt. Egyszerűen már gubancosan jött, és nem tudtam kifésülni belőle a gubancot, vagy ha sikerült is, leraktam, úgyhogy tényleg így lefektettem egyenesen, úgy hagytam, megint fésülhettem. És ugyanolyan gubancos volt, mint ahogy volt és megérkezett. Így azon is jóformán túladtam Vintiden. Ami szerencsére hamar el is ment jóformán, nem tudom, hogy ez az illető meg tudta eszkábálni annyira azt a parókát, hogy használható legyen, jó legyen. Remélem, hogy igen. És ő meg tudta oldani valahogyan. De jóformán ennyit szerettem volna ebben a videóban elmondani. Igazából csak kijöttem sétálni egyet ide a Hung Expo környékére. Ez nekem valamennyire már ilyen tradicionális szokás, hogy két kong között ki szoktam menni így kisétálni, amikor tényleg nem jön erre senki sem. Szóval, ja, igazából itt szeretném ezt a videót megszakítani, majd a következő videóban találkozunk.